A Kapuvári Kertbarátkör rendezvényén Nagykutasi Viktor kertész szakíró a fiatal gyümölcspák telepítéséről, a korona alakításáról, gondozásáról tartott előadást a Rábaközi Művölődési Központban. A szakember elmondta, a lombkoronából lehullott levelet komposztálva vissza lehet juttatni a földbe, így meg lehet teremteni a természetes körforgást. És a gyümölcsösönbe is visszatérve a képekre, azt lehet majd látni, de ezt majd fogom mutatni ott is, füvesítve van egy fűnyíró traktorom, ami mulcsfunkciós, nem gyűjtöm a füvet, mert ekkora felületről össze lehetne gyűjteni, de nem tudnám hova tenni, tehát lehetetlenség. Hetente pénteki vagy szombati program, fölülni egy óra 10 perc alatt 4000 négyzetmétert a gép simán le tudja nyírni. A gyümölcsök úgy vannak kialakítva, hogy a traktoron ülve el lehet alattuk férni, mint mondtam, tényleg az a célja, hogy gyümölcs közelében legyek, illetve pálinka előállításra lettek ültetve, illetve olyan fajtákat válogattam, amelyek erre alkalmasak. Tehát növényvédelmet azt kívánhat, hát ugye most a feladat az föl lesz adva, hogyha motoros permetezővel akarok permetezni, akkor előre szólnom kell a szomszédoknak, hát ha lesz időm szólni, akkor a motoros permetezőt veszem elő, ha nem lesz időm szólni, akkor a sima háti pumpás permetezővel is meg tudom ezt a permetezést tenni. Hozzáteszem, hogy mindegyiknek van előnye és hátránya is, hogyha gyümölcsös permetezés, de fogok a diákra térni, maradunk még mindig itt a gyepnél. Tehát áll a gyepbe a víz, gyorsan el tudja párologtatni. Én most is az idén attól félek, hogy most még hó van, de egy hét múlva visszajönnék, latyak mindenhol, a föld még nem fog rendesen fölengedni, tehát igazából megmunkálásra, munkavégzésre pont alkalmatlan lesz. De egy gyümölcsösben nem fogunk tudni mire várni, mert aki eddig nem tudta elvégezni a meccést, annak körülbelül lesz most 2 hete, hogy az gyorsan kimenjen és elvégezze. Na most egy füvesített felületen ezt azért könnyebben megteszi, mert nem lesz sáros. Lehet, hogy a létre egy picit ragad, de még abban sem vagyok biztos, mert azért egy füves felület mindig keményebb, mint egy bolygatott felület. Biztos. Füvet nyírni úgy gondolom még mindig könnyebb, mint kapálni. Nem? Biztos. Meg gyorsabb is talán. Arról nem beszélve, hogy ugye a gyepnek van egy vízfenntartó megtartó képessége, illetve tud egy bizonyos mikroklímát teremteni. Nem szárad ki olyan gyorsan a talaj, nem jönnek elő a talajhibák, nem folyik el a víz. Tehát nem lefolyik, hanem a fűnek a köszönhetően, a fűnek a gyökérzetének köszönhetően leívódik. Tehát nálam, ami vízre esik a kertbe, az a kertbe ott is marad. És ez a lényeg. És abból kell kiindulni, hogy sajnos az időjárásunk, a klímánk az utóbbi jó pár évben jelentősen megváltozott. A jelentős alatt azt értem, hogy amit én is az iskolában 25 éve tanultam, az nagyon sok minden sajnos nem állja meg a helyét. És nem azért, mert akkor hülyeséget tanítottak, akkor még az igaz volt, azóta meg sajnos nem. Tehát ez ugyanaz, hogy nem tudunk megszokásból kertészkedni. Tehát nem lehet abból kiindulni, hogy leveszem a könyvespolcról a könyvet, és ami annak ideje le volt írva, az működik. Nagy része működik, de igazából a mikron van a legnagyobb a hangsúly. Tehát azt szoktam mondani, hogy mielőtt a kertbe kimegyünk és bármiféle munkát végzünk, az első információ az, hogy megnézem az időjárást is, meg kimegyek a kertbe, ott meg megnézem a növényeknek a fenológiai állapotát. Megnézem, hogy az milyen állapotban van. Kívánja-e azt a munkafázist, amit én el akarok végezni. Most például Győrben reggel mínusz 17 fok volt 5 és 6 óra között. Na most a Szent Iváni attól éppen hallottam, hogy voltak a barackok, amik már meg voltak indulva, mondhatni, tehát már lehetett látni a virágnak a színét. Na most annak a mínusz 17 fok nagy valószínűséggel adott egy pofont. Szőlő, dettó, ugyanez lehetett, a korai fajták meg tudtak indulni, mínusz 17 fokban meg tud fagyni, viszont a szőlőnek ugye az a tulajdonsága, hogy az a vessző végétől fagy vissza. Na most mi történt? Aki januárban 10-15 fokban, jó idő van, megmetszett, annak most még a fagy besegített, az metszett újból, mert levagdoshatja, megnézheti, hogy mennyit fagyott vissza. Remélhetőleg ma éjjel már azért annyira nem lesz hideg, de az éjszakai tartós 12 órás fagy sajnos már a ügyeknek is tud ártani. Főleg, ha olyan állapotban vannak. Tehát érdemes úgy kialakítani egy kertet, főleg egy gyümölcsös kertet, de zöldséges kertről is beszélhetünk akár. Tehát egy zöldséges kertben is nem kell az, hogy az egész kertet, tehát van egy 800 négyzetméteres kertünk, nem kell minden évben az egészet felásni, nem kell minden az egészet megművelni, nyugodtan ki lehet utakat alakítani. Az utakat meg tudjuk gyepből csinálni. Úgy kell kialakítani az utaknak a szélességét, hogy tudjuk azt, hogy egy 45 centis fűnyíró van, akkor 45 centis utat csinálok, és akkor eltoltam egyszer, meg van oldva. Nem könnyebb gondozni, mint kapálni, minden évben megtaposni? Meg most felásom azért a kertet, hogy utána utakat tapossak ki. Igen. Nem? Nem mindegy, hogy mikor tudok rámenni. A korai zöldségféléket hegy közel van, már január végén, februárban kell tudják ültetni a maguk homoktalajára.
De nem csak azért, mert a homoktalaj előbb fölmelegszik, hanem azért, mert a homoktalaj rá is tud menni, mert hogy az ugye nem sáros. Na de ha én füvet ültetek, jepesítek, a füse sárosa. Taposható. Tehát gyümölcsösbe is. Ez a jó megoldás, taposható. Vagy leesik a gyümölcs, vagy lejjebb érnek az ágak valami alatt. Tisztán tudom tartani. Tehát könnyebb kezelni, tisztább is tartani, és hasznosul a víz. Tehát mindenféle szempontból előny, de ezzel számolni kell a kialakításkor. Tehát gyümölcsöst eltelepítem, és utána jöhet a füvesítés. Meg ugye ismernem kell még a talajról annyit, hogy ismernem kell a talajomnak a típusát, szerkezetét, adottságait, hogy egyáltalán tudjam, hogy milyen gyümölcsfát érdemes abba ültetni. Azt mindenhol el szoktam mondani, hogy Magyarországon a legtöbb eladott gyümölcsfa az az őszi barack. Abban az őszi barack oltványban adnak el a legtöbbet. Miért? Mindenki szereti. Tehát az ember, aki szereti a gyümölcsöt, az biztos, hogy az őszi barackot szereti. Igen ám, csak majd mutatok diát. Az őszi barack Magyarország térképét veszem egy hatalmas egésznek, három újnyi pontot tudok tenni, ahol jól érzi magát, de megmutatom. Oda való, de mi ennek ellenére mindenhova ültetjük. Most épp a diákjainak mondtam az előbb, a disznövényekkel ugyanez a helyzet. Eljárunk délre nyaralni, mert nekünk már nem elég a saját Balatonunk. Mi délre megyünk, azt hagyjál, hogy elmegyünk, de van itt el is akarunk mindent hozni. Mit hozunk? Pálmát. Mit csinál a pálma? Mínusz 17 fokban, hál' Istennek, azt kell mondjam, megfagy. Meg azért el szoktam mondani, nem örülünk mi annak a pálmának, tehát pálmáknak is vannak különböző termései, amit meg lehetne igazából enni, de azért nem tudom, hogy az almát lecserélnénk egy pálmának a termésére. Akár értékbe, akár vitaminbe, vagy akár bármibe. Tehát azért ne akarjuk mi még, hogy annyira déli ország legyünk. A másik, elég Olaszországba elmenni. Az olaszok egy virágos rétér, ahol rovarok repülnek, milliókat adnának. Ezt komolyan mondom. Nincs. Nem véletlenül nincsenek madaraik, nem véletlenül jönnek ide vadászni. Mitől lenne ott madár, aminek nincs élelemszerzésre helye? Ja, mert hát, hogy mindent sikerült elpusztítgatni, mert hogy sikerült. Jó, náluk melegebb is a klíma igazából, meg ők is tettek róla. Erdőt kivágjuk, a rét meg nem marad meg. Ezért az értékeinkre is kell tudni vigyázni. Még a talajról annyit, hogyha valaki egy komplett gyümölcsöst akar telepíteni, akár egy kert méretűről is beszélek, azért egy kertbe is 15-20 darab gyümölcsfát minden további nélkül be lehet ültetni. Nem kis beruházás, ugye egy gyümölcsfa oltvány 2-3 ezer forintba is belekerül, mondjuk ha még egy dió oltványt is hozzákeverek, akkor akár az 10 ezer forint per darab is lehet, ugye oltványról beszélek. Nem árt elvégeztetni egy úgynevezett talajvizsgálatot, ezt itt legközelebb Szombathelyen a volt növényvédő állomásos, meg nem mondom milyen kormányhivatalhoz tartoznak, de akit érdekel, meg tudom mondani a pontos címét. 8-10 ezer forintért csinálnak egy talajvizsgálatot. Az azt jelenti, hogy ha valaki egy ilyet akar, kér előtte egy előzetes kérdést, hogy mennyire csinálják, ők megmondják, hogy egy adott kertből hány darab mintát, hogy kell gyűjteni. Ez körülbelül egy 800 négyzetméteres kerti, körülbelül 1 kiló, egy befőttes üvegnyi földmennyiséget kell elképzelni, azt el kell küldeni a laboratóriumba, és ott bevizsgálják szerkezetét, típusát, tápanyag összetételét. Mindent megtudunk a talajunkról. Megtudjuk azt is, hogy miben szenved hiányt. Ugye ez azért fontos, mert hogyha én egy olyan gyümölcsfát akarok, ami az adott talajtípusra ültethető lenne, ám de az én talajom valamilyen tápanyag hiányban szenved, akkor tudom, hogy azt az adott tápanyagot fel kell töltenem, pótolnom kell, és akkor beleültethetem a gyümölcsfát. Hát itt azért elem Kapuvár környékén a talajjal egyet lehetne csinálni, kicserélni, hogyha mondjuk valaki az őszi barackba vagy akár sárga barackba gondolkodik. De ha az őszi baracknál maradunk, nagyon messzes talajt igényel, déli fekvést kíván. Mondjuk a napsütéses órákkal szerintem itt már Kapuvár környékén nem lenne gond, azért a messzes talajért egy jó darabig kéne ásnunk, igen, mert hogy itt ugye azért enyhén inkább savanyú a talajunk, főleg hogyha elindulunk a Rosli környezetébe. Tehát ezt mind tudnunk kell, mert akkor érdemes. Tehát a másik, azt azért el szoktam mondani, hogy azért is jó például egy szomszédokkal jóba lenni, vagy hogyha valaki egy új helyre költözik, vagy új helyen vásárol telket, érdemes átmenni a szomszédba, megnézni, hogy ott milyen gyümölcsfák vannak, azok milyen állapotban vannak, azok hogy teremnek. Mert az, hogy van, az egy dolog, de hogy jól érzi magát, tereme. Tehát a szomszéddal érdemes ezért jóba lenni. Nagyon sokat meg lehet róla tudni, egy talajvizsgálattal simán felér. Mert azért, ami a szomszédban jól érzi magát, az nagy valószínűséggel nálam is. Aztán még, ha már szomszéd dolog, jön egy másik érdekes dolog is, hogy nagyon sokan panaszkodnak olyanra, hogy eddig mit körte, termet, és 2-3 éve nem terem. De mondom, nem is virágzik, de virág van rajta, ugyanúgy, de nem terem. Miért is van? Mi ennek az oka? Hát lehet, hogy a szomszéd. Szomszédba felszámolták a kertet, nem akarták gondozni a gyümölcsfákat,
Kivágták a meglévő gyümölcsfáikat, mi történt? Megszűnt az én gyümölcsfámnak a porzó párja, ami eddig megtermékenyítette. Ugye? Milyen érdekes dolgokat tudok mondani. És annyi, hogy a szomszéd kivágta azt. Tehát azért is érdemes például jóval lenni a szomszéddal, hogyha én egy bizonyos fajtához ragaszkodok, de az ő kertjében annak megvan a porzó párja, akkor nyugodtan bevállalhatom. Ha nem, nincs, akkor én nem csak arra a fajtára kell, hogy gondoljak, amit én szeretnék szüretelni, hanem bizony annak a porzó párját is meg kell szereznem, és azt is el kell telepíteni a saját kertembe. Mi történik? Több fát fogok ültetni, mint amennyit gondoltam. Vagy valójában kevesebbet, mert ugye helyem az meg nem lesz több. Kicsit ugrálok, jó? Komposzt készítés. Egyet tisztázunk. Házi kertben a növények, ami tápanyagot fölvesznek, annak jó részét, ha csak a lombot összegyűjtöm a kertbe, és visszajuttatom, visszaadtam. 90%-át a tápanyagnak visszaadtam. Most gondoljunk bele a méretekbe, oké, hogy a gyümölcsöt hoztam, de az összes többi mindent ott hagyom. Igaz? Nem így van? Mi csinálunk? Megyünk a gazdaboltokba. Nem bántom őket, én is oda járok, de nem műtrágyáért. Nem kell. Tehát mi csinálunk? Elégetjük a legértékesebb tápanyagot, sőt, ha még csak elégetnénk, az még istenes lenne, mi elbűzölögtetjük, főleg abdál jellemző, ez sikerül ott naponta átmennem ősszel, tehát beújnám a szememet is, simán tudnám, hogy mikor van lombhullási idő, mert az abdaiak azok erőszer, de vigyáznak a szomszédra, mert sötétedéskor csinálják. Tehát, hogy ne lássa, mert a tűz nem látszik, mert nem ég, az bűzölög, úgy egész éjjel, és a legértékesebb tápanyagot. Mindezt miért? Mert valaki valamikor leírta azt, hogy például a diófának a lombja mennyire káros. És tudják, hogy mennyire, tudjátok, mennyire káros? Semennyire. Ugyanannyira káros, mint az alvafának a levele. Egy baj van vele, ez igaz, hogy túl nagy mennyiségben keletkezik. Mert nagy a lombkoronája a fának, sokat dob le. Ugye? Nem mindegy. A diófával ott a téveszme, hogy valóban a diónak a gyökere egy olyan cser, savas anyagot bocsát ki a növekedéséhez, a térhódításához, amivel nagyon sok növényt alapjába el tud nyomni. A másik, hogy iszonyat nagy árnyékot ad a fa. Na most ez az árnyékban viszonylag kevés növény érzi jól magát. Nekem Győrben van olyan udvarom, hatalmas diófa az udvar közepén, öntöző rendszer alatta, a gyep felül egy csodálatos. Mi kell a gyepnek? Víz. Megkapja az öntöző rendszerből, nem kell olyan fűfajtát választani, ami kimondottan a napsütést igényel, azért ha egy udvart körbesüt a nap, akkor mindig fog odaérni valamikor a napsugárzás, az a gyepnek pont elég. Ugye? Milyen érdekes? Tehát most ha valakinek például csak almafája van egy kertbe, ott is rengeteg lomb keletkezik, az ugyanúgy probléma tud lenni, de erre találták ki a komposztálást. Ki kell menni Ausztriába, a legkisebb kertbe, de értem alatta, mint ez a terem ekkora kertbe is van komposztáról. Két okból. Az osztrákok nagyon szeretnek spórolni, és ugye drága pénzért viszik el tőlük a hulladékot, mert ugye égetni azért nem égetnek annyira, ők figyelnek egymásra. Hanem csinál egy komposztárolót a virágágyásokba, a virágládákba, a kész komposztot föl tudja használni. Meg nem kell tápanyagot vásárolni a drága pénzért, amivel ráadásul egy kemikáliát viszünk be a kertbe, amivel jó részt a talajunkat nem hogy hasznosítanánk, vagy hasznosabbá tennénk, hanem károsítjuk. Gondoljunk csak a nitrogén műtrágyára. Tehát itt mindig mosolygok a kakuvári gazdaboltba, hogy jönnek, viszik a fűre a nitrogén műtrágyát. Miért is? A lehető legrosszabbat csinálják vele, mert egyet csinál tőle a fű, nem nő, nyúlik. Nyúlik. Még zöldebb se lesz, ez is téveszme. Nem. A nitrogén kívül foszforra, káriumra és vasra van a fűnek szüksége ahhoz, hogy gyönyörű szép egyöntetű legyen. Sőt, mondhatni, a nitrogénre van a legkevésbé szüksége. Elég, ha mondjuk itt Kapuvár környékén is valaki kútvízzel elkezdi a gyepjét öntözni, abban bőven van annyi nitrit-nitrát, amennyi a gyepnek szüksége van. Sokkal inkább vasat kell neki adni, attól haragos szép zöld lesz, és nem nő, vagyis nem nyúlik annyira. Tehát ezek a dolgok, hogy tudom, hogy gyümölcsfánál ugyanez. Hát az, ugyanazt a lombot komposztálom, ami lepatyogott róla, majd a lombból érett komposztot visszajuttatom a fához, vagy visszaterítem, visszaadtam ugyanazt. Tehát természet körforgása, ami kijött, visszamegy. Itt igazából komposztálók típusát, de nem mennék ennyire bele, jó, mert akkor viszont a gyümölcsfákra konkrétan nem jut idő. Érdekesség, képek szerintem néha önmagukért beszélnek, ez egy röhelyes valami. Ilyet valamelyik áruházban tavaly láttam, rá van írva, hogy nem UV álló. Hát azért a lakásban nem tudom, hogy lehet egy komposztál. De komolyan, tehát ezek a röhelyes dolgok. Ez olyan, mint a cipőre is ráírják, nem UV álló. Hát igen, ez meg nem UV álló, tehát ne tegyük ki a kertbe körülbelül, hanem vigyük be a komposztot. De fából is lehet csinálni, ez is érdekes, azért egy hulladékot ne vigyünk be egy kertbe. Előbb-utóbb össze fog törni, vagy valami történik vele.
legjobb megoldások. És bármelyik kertbe lehet komposztálni, mert egy a lényege a komposztálásnak a rétegezés. És vakontúrás minden kertbe van, szoktam mondani, lomb 20 centi, vakontúrás 2-3 centi. Jöhet a következő lombréteg. Tehát csak lombból és vakontúrásból lehet komposztot. A komposztnak egy a lényege, hogy rétegezve tegyük bele, meg egy nagyon fontos lényege van, hogy a vasárnapi húsleves maradék nem mehet bele. Tehát állati, ez komolyan nem, mert ugye mindig ezek a téveszmék, hogy hú, ne csináljon a szomszéd komposztálót, mert büdös lesz, már hol. Én falura költöztem, és mondták, hogy csak állatot ne tartsak, mert annak szaga van. De hát mondom, én ez falu. Ja, de itt már nem tartunk állatot. Ezt a tevényen mondták. Azóta is a szomszédot azzal zekál, amikor morog velem, hogy rögtön valami állatot fogok vásárolni. Földjük van, tehát gazdálkodnak, de állatot nem szabad tartani. Na, még érdekesség, talajművelés. Mondjuk inkább, de mondjuk ez akár a gyümölcsösbe is megállja a helyét. Szerszámok. Ásóvilla, mondom, mert nagyon sok helyen nem ismerik. Ásó, azt bezzeg mindenki mindenhol ismeri, faiskolai ásó, azt meg alapból nem használjuk házi kertben. Ugye mindenki ásót használ, de miért? Megszokásból, semmi másért én elárulom, mert mindenki ezt látta, meg a szomszéd is megy és összeláss. Ha egy ásó, egy normális ásó, most mértem meg a gazdaboltba, 37 cm. Tudják, hogy a talajnak hol van a legtermékenyebb rétege? A felső 5-10 cm-be. Már első mondtam, de már páran kapcsoltak, hogy mit fogok mondani. Mit csinálunk? Lefordítjuk. Hova ültetik a magot? A felső pár centibe. Mikor fog a mag találkozni a húszban gazdag résszel? Hát úgy szeptemberben, mikor beakadottak a réteg. Ezeket nem én találom ki, ezt már nagyon régen kitalálták, tehát hülyeséget csinálunk. De ki kell menni nyugatra, vagy meg kell fogni egy német könyvet, amitől nekem a hajam égnek el, mert azért, hogy Németországban működik, vagy Angliában, az nem biztos, hogy itt is. De egy biztos, ásóval azokban a könyvekben nem találkozunk. Ásóvillával igen. Ugyanis ezzel nem kell a talajt megfordítani, meg ez nincs is leírva. Mozgassuk meg, lazítsuk meg a talajt azért, hogy a tápanyag bele tudjon ivódni mélyebbre, illetve a víz le tudjon menni, ott tudjon hasznosulni, illetve ugye a talajba a gyökérzetnek levegőre is van szüksége, erre is teljes mértékben alkalmas. Arról nem beszélve, hogy egy ásóvillával egy kertet föllazítani, mind időben, mind fizikai munkában, sokkal kisebb és kevesebb. Ráadásul mondom, a legnagyobb butaságot csináljuk ezzel. Különösen egy agyagos föl. Különösen egy kötött talajnál, a nőszakokat. Akkor egy kis kártyuk, akkor többet. Melyik? A rotációs kapa, igen, ez Győr-Szent Ivánon jellemző, ott tavasszal ki kell menni a kertekbe, ott szoktam mondani, hallani, ahogy ásnak. De komolyan, rotációs kapával, a homoktalajt, mert hát az ás. Simán le lehet engedni. Tehát amit a Csoroszja leenged oda, ott lemegy a Szent Iváni homokba a gép. Igen ám, de ott is elkövetik azt a hibát, hogy ott is csak a nagyon finom húszréteg az fölül tudna kialakulni, szétveri. Igen. Tehát ott meg eloszlatja a kapának a forgási mélységébe. Tehát nem is engedi hasznosulni, hanem szétveri. Ráadásul annak az esélyét, hogy a homok talaj egy kicsit kötöttebb legyen, nem adja meg, mert szétporítja az egészet, porrá őrli. Tehát ott fölszárad. Szent Ivánon megcsinálják azt, hogy esik az eső, egy óra múlva ki tudnak menni kapálni. Tehát ott ugye annyira gyorsan elmegy a víz. És ezáltal rontják a talajt. Tehát ezeknek az a kötött talajon nem. Ugye ezt is van, aki azt mondja, hogy nem szabad használni rotációs kapát, mert rontja a talajt. Homok talajon igen, kötött talajon azért elárulom, hogy nem. De ugye ott a mélységgel kell játszani, tehát ott se jó, mert azért ott is mélyre le tudja verni. Mert ugye amilyen mélyen lemegy a csoroszló, olyan mélyen elkezdi forgatni. Simán le lehet küldeni a rotációs kapát is 30 centi mélységig. De nem az lenne a cél, hanem az, hogy meglazítani. De az ásóvilla sokkal egyszerűbb és jobb. A rotációs kapával nagyon sok helyre oda se lehet férni. Talajhő, vagy a hőmérséklet, tehát ez a mit, mikor ez 2016-os adat, január, nem volt mínuszba a tartomány. Jött a február, hasonló történt, mint most különben. Elmentünk mínuszba. Csak akkor mondjuk 2 hétig volt folyamatosan mínusz. Majd jött hirtelen a március, és átmentünk pluszba. Miért fontos ez? Ugye ezt az elején mondtam, hogy azért mielőtt kimegyünk a kertbe, a naptárra is nézzünk rá, a növényünkre is nézzünk rá, na meg ugye ezt kihagytam, hogy még egy hőmérőre is érdemes ránézni, hogy
jó-e a munkavégzéshez. Mondjuk ugye fagyott időben gyümölcsfákról beszélünk, fagyos időben gyümölcsfa meccését nem végezzük, mert akarva akaratlanul megfogjuk a növényt, és ott fagyási sérülést okozunk. Ugye az ember keze még kesztyűvel is melegebb, és ahol megfogtuk, ott megindul a netkeringés. Arról nem beszélve, hogy azért a sebek is hosszabbul záródnak, még akkor is a fasebkezelőt használunk, meg mínuszfokban azért elég nehéz a fasebkezelőket fölkenni, hisz ugye meccés után fasebkezelőzünk. Meszezés. Mit mondanak? Ó, erdélyiek használják, mert ott szokás. Hát én elárulom, hogy nem. A hobbim pár éve, század elejé, vagyis hát inkább helyesbítek, 1910-1900, tehát az első világháborúig bezárólag olvasok kertészeti tankönyveket. Tehát olyan szakkönyvet, amit kimondottan kertész szakmák számára írtak, simán le van írva, hogy hasznos volt. Ezt elárulom, hogy az elmúlt 40-50 évben valamiért kitörölték a tankönyvekből is, kitörölték a köztudatból is. Megmondom miért. Nagyüzemi mezőgazdaság volt nálunk, azért nagyüzemben nehéz lett volna az összes fát, nem volt rá annyi kézi erő már akkor sem. Pedig egy nagyon hasznos dolog. Téli napsugárzás visszaveri, nincs fagysérülés a fákon, meg növényvédelem, mert méz, mint fertőtlenítő. Tehát azt a fatörzsövét, vagy azt a részt, akár ágakat is, amit én mézszel lekenek, ez sima méz. Az rovarölésben, illetve gombaölésben mentesül, hisz régen ugye fertőtlenítőszerként használták a meszet. És méregről beszélünk, nem valószínű, mert a szobafalára is azt kentük föl, és arra nem méget. Ugye? De növényvédelem funkciót látott be, nem beszélve arról, hogy mondjuk egy érzékeny szilvaféléknél, kalszibalacknál ugye nagyon hajlamos arra, hogy téli fagysérülés szenved, fölmelegszik nagyon könnyen a kéregrész, és megreped. Ugye a nap egyik felé csüti a fának a másikat, nem, és a hőkülönbözet miatt megreped a kéreg. Megcsináljuk, visszaverődik. Később fog a növény megindulni. Már bizonyított tény az is, hogy a fehérre meszelt fák tavasszal később indulnak, kisebb a fagyásnak a veszélye. Permetezés. Motoros permetezővel, lemosó permetezést nem végzünk. Ezt a képet így át kellene húznom. Ha megnézi valaki ezt a képet, körülbelül a harmadik tyúkudvarban van a permetszer. A lemosó permetezésnek egy a lényege. Csepp, és mint a nevében is bent van, a korona csúcsától, az ágakig, a törzsön át, le egészen a gyökérnyögi részig folyjon meg a permetszer. Most jön egy érdekesség, ugye én azt mondtam, hogy füvesítsünk alatta. Egyet tudni kell, a lemosó permetszerek, mivel rezet is tartalmaznak, a rész sajnos a gyepet megégeti. De semmi gond, két fűnyírás után ki fogja heverni, tehát kiégni nem fog, csak megégnek a levélkék, de sáros időben is ugye tudunk permetezni. De a motoros permetezőt el kell felejteni lemosó permetezéskor, ugyanis az nem cseppet képez, hanem ködöt. A köd meg elvándorol. Tehát nem fog megtapadni, valójában nem csinálunk semmit, sőt, mi kipróbáltuk, egyszer megfestettük a vizet, és megnéztem, semmi nem maradott rajta. Tehát nem látszik a festéknek a nyoma, ellenben a környéken, kerítésen mindenhol máshol meg lehet találni, mert ott meg már érdekes módon letapad. Mert ugye 21. század, motoros permetező, azzal lehet igazából jó munkát végezni, hát nem. A lemosó permetezést azt ugye pont nem. Később, már mikor lombos a fa, vagy nagyobb, vagy diófa, ugye magas, mert majd fogom mondani, hogy a diófát is kell permetezni. Kell. Bizony, itt tartunk. De már nem csak a diófát, már az a zöldeket is. Arra teljesen alkalmas. Tehát egy normális, jó minőségű motoros permetező 4-6 méter magasságig fölveret, meg van egy olyan tulajdonság is, hogy egy légáramot csinál, a légáram átmozgatja a lombot, tehát a lombnak olyan felületére is el tudja a permetszert juttatni, főleg ez rovarölő szereknél is érdekes, hogy minél nagyobb felületre érintkezzen a növénnyel, hogy jobban felszívódjon, amit egy sima háti permetezővel nem tudunk elérni, hisz azzal csak a koronának a külsejét érjük el. Tehát arra lehet használni, erre nem. Erre is érdemes odafigyelni. Felhívjuk nézőnk figyelmét, az előadás teljes felvételét egy későbbi időpontban mutatjuk be.